20-nál is több napirendi pontot tárgyalt a szekszárdi közgyűlés novemberi rendesülésén, ezek között szerepelt az adórendeletek felülvizsgálata. Az biztos, hogy 2019-ben nem lesz emelés. Most tulajdonképpen nem nyúltunk a helyi adókhoz, ez a végkonklúziója ennek a napirendi pontnak, hanem fenntartjuk azt a lehetőséget, hogyha úgy érezzük, úgy gondoljuk, akkor a jövő vonatkozásában esetlegesen kedvezményeket tudunk majd a befektetőknek biztosítani, de szeretnék ezzel azért óvatosan bánni, hiszen ez a lehetősége számunkra az elmúlt években nem volt adott, és akkor is zajlottak beruházások és jöttek befektetők. Szeretnénk, hogyha mindenki igazságosnak érezni a rendszert. A meglévő szekszárdi ipari parkban már elfogytak a helyek, ezért bővítésként egy majd egy hektáros területet vásárolt az önkormányzat, emellett egy 100 hektáros területen már zajlik a kialakítása a másik ipari parknak, amit a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő ZRT kezel. Az első ütem területei már itt is elkeltek. A múlt héten volt itt egy svájci tulajdonú cég, aki szűkítve folyamatosan a kört, most jelenleg ott tart, hogy úgy néz ki, Szekszárdon fog majd letelepülni, kifejezetten innovatív, magas hozzáadott értékű technológiát fog majd idehozni, reméljük, hogy az első megtelepülőként ők majd aztán vonzák ide a többieket is. A munkaerő hiány Szekszárdon is problémát jelent, ezért indított programot az önkormányzat 2 évvel ezelőtt a helyi szakképzés fejlesztésére, ezzel is segítve a megfelelő szakemberállomány biztosítását az ide települő cégek részére.